magyarországi gyermekalapellátásban 104 éve van jelen a védőnői szolgálat. 1915-től dolgozunk azon, hogy a családokat támogassuk a várandóság és a gyermeknevelés idején. A mostani konferencián egy picit bemutatjuk azt, hogy hogyan alakult ki ez a rendszer nálunk, mikor kapcsolódtak be a házi gyerekorvosok az ellátás területére az alapellátásban, illetve hogy mik azok a problémahelyzetek, amiket mi is jelen pillanatban megpróbálunk megoldani, mik azok a kihívások, ami a mai gyermekek, a mai várandóság idején felmerülnek, mik azok a védőoltási nehézségek nálunk is, ami nagyon-nagyon fontos lenne, hisz tudjuk, hogy sajnos nem kellene, de Európa szerte felüti a fejét a védőoltási probléma, illetve hát a fertőző betegségek is előjönnek. Úgy tudjuk, mivel már beszélgettünk az itteni szervezőkkel, hogy itt Kárpátalján is volt régen védőnői szolgálat, csak valahogy ellaposodott, illetve eltűnt a rendszerből. Megpróbáljuk megmutatni azokat a pontokat, ahol be lehet építeni azokat a módszereket, amit mi alkalmazunk a mindennapjainkba, a jelenlegi struktúrába is. Hisz a gyermek az ott is, nálunk is, és itt is ugyanolyan problémahelyzettel nézhet a mindennapok elé, illetve a várandóság ideje az egy nagyon-nagyon fontos, kiemelt feladat, hisz ott alapozódik meg a gyermeknek a jövője. Úgy gondoljuk, hogy itt csak egy érzékenyítést tudunk adni, és a tanúsítvány arról szól, hogy ők meghallgatták azokat az új kihívásokat, ami a 21. században mi Magyarországon tapasztalunk, illetve az evidence-based, a tudományosan bizonyított orvoslás prevenció területén, mik azok, amikre oda kell figyelni. Reméljük, hogy azok a háttéranyagok, amiket hoztunk, különböző szakkönyveket, hogy abban még utána tudnak olvasni, és még mi el tudják mélyíteni azokat, amit valóban mi ezen a napon csak felvillantani tudunk, illetve meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a lehetőségek, amikben ők még el tudnak mélyedni az itteni szakemberek.